Szombat este 9 órakor 5 migránsokkal teli autóbusz futott be Belgrádból a szabadkai autóbuszállomásra. A járművek főleg Afganisztánból érkezett bevándorlókat szállítottak. A legtöbben közülük Európa fejlettebb országaiba szeretnének eljutni Magyarországon keresztül. Azt mondják, a háború miatt hagyták el otthonukat. In a way we have a lot of problems. We have our children. We are coming to the way. Some people attack me. We have a lot of problem in a way. Are you going through Hungary? Yeah, we are going to Hungary. A legtöbb migráns a biztos jövő, a munka és tanulási lehetőségek miatt igyekszik az Európa Unió államaiba. I want to go in Sweden because there is a good country for us, special Hazara people. Why do you think it's a good country for you? Because we can learn education and we can make our future there, and we will have wish to make our life there. Összesen 39 migránsokat szállító rendkívüli buszjárat indult el szombaton Belgrádból Szabadkára. Az illetékesek szerint ma 21 bevándorlókat szállító menetrend szerinti autóbusz érkezik majd Szabadkára, további három pedig a magyar kanizsai táborhoz.